Tiszta szex. Tiszta szex. Kezdődik a műsor, amelyben ledöntjük a tabukat, feltesszük a kínos kérdéseket és tisztázzuk a félreértéseket. Tiszta szex. A Hit Rádió tájékoztató műsor a szexualitásról, nemiségről, az emberi test és lélek működéséről, cenzúra nélkül, két hetente csütörtökön 19 órakor a Hit Rádióban. Tiszta szex. Egyedülállóknak és házasoknak, fiataloknak és régebb óta fiataloknak egyaránt. Tiszta szex. Műsorvezető Király Tamás és Kinga. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Tiszta Szex mai adása, Kulifai Mónika tanácsadó szakpszichológussal, Kis Gyöngyi klinikai szakpszichológussal és dr. Dékány Ágnes szülész nőgyógyásszal. Szervusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szervusztok. Illetve itt van velünk műsorvezető társam is, Király Kinga. Szia, Kinga. Szia, Tomi. Mielőtt elkezdenénk a mai témánkat, szeretnék felolvasni egy üzenetet, ami nagyon-nagyon nagy hatással volt ránk, és több ilyen üzenetet kapunk, de ezen keresztül lehet talán szintén megérteni azt, hogy miért is hiánypótló a Tiszta Szex című műsor. Kedves Kinga és Tamás, szeretnék visszajelzést adni nektek, hogy hiánypótló és házasságmentő a műsor. Férjemmel őszinte, mindent megbeszélő, teljes bizalmú hűségen és szereteten alapuló a házasságunk. Mégis a tavalyi évben annyi nehézségen, krízisen, terhen mentünk keresztül, második gyermek születése az első után kiskor különbséggel, édesapám elveszte, házvásárlás, felújítása, fél reggeltől estig dolgozása, feleség két kisgyermek melletti teljes kifáradása, hogy kapcsolatunk egészen ellaposodott, a szexuális életünk úgy szintén. Ha nagy ritkán volt, az is a gyorsan legyünk túl rajta kategória. Sok téma, melyeket a vendégeitekkel átbeszéltetek, mintha csak rólunk szóltak volna. És hála Istennek, hogy felismerhettük, mert most még visszafordítható a romlás, megújítható a házasságunk minden területe. Rendkívül hálásak vagyunk, és vagyunk értetek és beszélgető társaitokért, egy házasságot már biztos, hogy megmentettetek a szomorú végtől. Folytassátok ezt a munkát, nagyon hasznos, köszönjük. Hát mi is köszönjük az ilyen visszajelzéseket, és köszönjük tényleg nektek is a részvételt. Sok ilyennel találkozunk privát beszélgetésekben és üzenetekben is. Arra bátorítunk mindenkit, hogy nyugodtan kérdezzetek továbbra is, az anonim kérdőívünket, kérdéspanelünket megtaláljátok a videó leírásában, itt akkor név nélkül tudtok kérdezni. Ma tehát a témánk a szexuális elakadások, szexuális zavarok, és azon gondolkodtam, hogy vajon ilyenkor majd el fog kapcsolni a hallgatóink nagy része, mert ez a téma senkit nem érint, és akit megérint, az nagyon kellemetlenül érzi magát, hogy benne van abban az 1%-ban, akit érint, vagy ennél azért másabbak a statisztikák, és érinthet-e nagyobb tömegeket a szexuális elakadás kérdése? Elég széles körű, akiket érint. Egy 2002-es ELTE Pszichológiai Intézet által végzett vizsgálat szerint a nőknek és férfiaknak körülbelül 50%-át, tehát nőknél 52%, férfiaknál 48% jött ki arra a kérdésre vonatkozóan, hogy az elmúlt egy évben szenvede valamilyen szexuális elakadásban, zavarban, tehát hogy problémás-e a házas élete. Tehát elég magas szám jött ki. Persze ez egy széles átfogó kérdés volt, tehát azon belül sok-sok féle zavar lehet, de sajnos jelentős tömegeket mondhatni érint. Jó, hogy mondtad ezt a házas életében van zavar, mert ez talán a következő kérdés, hogy mit is nevezünk szexuális elakadásnak, szexuális zavarnak, és azt hogy tudja valaki felismerni? Hát alapvetően azért nem olyan egyszerű erre válaszolni, hogy mit jelent az, hogy szexuális zavar, ez is elég széles körű. Alapvetően a szexuális élet területén valami elakadást, örömkészség hiányát jelzi, vagy vágynak a hiányát jelzi, amitől szenved az, aki átéri, szenved a partnere, és hát tulajdonképpen ez a lényege, hogy szenvedést okoz mindkét félnek.
Mindenképpen megjelenik a szexuális vágy területén, ahogy mondta is Gyöngyi, hogy egyáltalán az milyen szinten van, vagy nincs, vagy milyen intenzitású, és megjelenik a szexuális válaszkészség szintjén is, hogy mennyire alkalmas a szexuális életre, most akár a női oldal, akár a férfi oldal, és ahhoz, hogy ez zavarnak minősítessük, ugye ahhoz tartósan fönn kellene állni, amiben lehetnek aktuálisan egy rövid időre fennálló zavar, nem is, hogy zavar, hanem valamiért nem valósul meg, vagy nincs meg ez a vágy. Előző adásokban beszéltünk arról, hogy ha egy különösen stresszes időszakban van valaki, vagy talán Ági hozott ilyen példát, hogy szülés után, meg most is talán majd fogunk erre utalni, hogy van, amikor természetes élethelyzetek miatt nem működik nem úgy működik a szexuális kapcsolat a házastársak között, de akkor, amikor kifejezetten zavarról beszélünk, akkor beszélünk zavarról, hogyha ez tartósabban, vagy gyakran visszatérő elakadása a párnak az életében, és hát sokféle ok lehet a háttérben. Ezek az okok, ezek elsősorban szervi, vagy lelki okok? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy azt gondolom, hogy az embernek a teste és a lelke nem igazán választható külön, hiszen a lelki érzéseink, a lelki nehézségeink vagy örömeink is kihatnak a testünkre, ha nem a szexualitásra gondolunk, hanem bármelyik egyéb területre, és ugye mindenki hallott már arról, hogy valaki stresszevő, vagy bánatevő, tehát hogy tényleg kihat a testünk működésére, a lelki hangulatunk, lelki állapotunk, és hát fordítva is igaz, tehát hogyha valami a testünkben nem úgy működik, akár egy hormon működés, akár valamilyen fizikai probléma van, akkor ez meg nyilván a lelki állapotra, a lelki hangulatra is rányomja a bélyegét. És akkor itt ugye megint csak ezek az elakadások, ez is egy érdekes kérdés ebből a szempontból is, hogyha megvizsgáljuk, hogy amit addig normálisnak gondoltunk, ha az változik, és lehet, hogy még ugyanúgy a normális mezőn belül van, de mégis nem az, amit megszoktunk, akkor azt is megélheti valaki elakadásnak, problémának, bajnak. Nagyon érdekes, hogy ezt mondtad, mert pont azon gondolkodtam az elején, hogy így felvázoltátok, hogy a normálistól vagy átlagostól eltérő, vagy szenvedést okoz, hogy ez tulajdonképpen abszolút a két félen múli. Az egy-egy adott egyénen is, meg kettőjükön, hogy mi az, amit ők megszokna. Tehát, hogy amúgy páronként is nagyon változhat, hogy mi az, amit valaki problémának lát. Legyen szó, gyakoriság most már jóval kevesebbet, vagy a hosszúsága jóval rövidebb, tehát, hogy annyi verzió van, és hogy annyira ilyen szertágazónak tűnik az elhangzottak alapján ez a dolog, hogy így nagyon, most nem szubjektívnek mondható, nem jól értem? Hát egy bizonyos kereten belül igen, de van egy keret, amin kívül már biztos, hogy igazából zavarról, vagy problémáról, vagy adott esetben akár betegségről is beszélhetünk, hogyha a testi oldalról találkozunk olyan eltéréssel. Tehát van egy elég komoly mozgástér, valóban, ugye erről is már többször beszéltünk, hogy például a gyakoriság, hogy abban is milyen nagy eltérések lehetnek, és hogyha a pár jól van ezzel az adott gyakorisággal, amivel akkor ebben nem kell erőszakkal beavatkoznunk, hogy már pedig sűrűbben kellene, vagy ritkábban kellene, de hogy nyilván vannak azért olyan keretek, és gondolom erről majd fogunk még beszélni, ami már azért azt gondolom, hogy átlép a normalitáson. Ezt hogy lehet felfedezni? Mert ez nagyon érdekes, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a két fél közül csak az egyik érzi, hogy baj van, a másik meg nem. Nyilván van, ami egyértelmű mindkettőjük számára, de azért nagyon érdekes, hogy hogy jutunk el oda, hogy egyáltalán észreveszi a pár, hogy nekik valamilyen problémájuk van, amit kezelni kellene. Hát ugye testi oldalról biztos, hogy lehetnek olyan jellegű eltérések, ami valóban gondot, szorongást, fájdalmat, félelmet okoz, akkor biztos, hogy kell lépni. Tehát, hogyha ilyen jellegű diszkomfort érzet van, akkor biztosan. És a másik pedig, hogy azért van egy mérőzsinór, amihez szintén tudjuk magunkat egy picikét hangolni, vagy valamilyen módon egy kicsit felmérni, hogy az a fajta életforma, és itt megint csak nem csak a szexualitásról, más területről is, ha beszélünk, az még a normalitáson belül van, vagy kívül. Ugye a 21. században ez egyre nehezebb, mert sajnos ez a fajta mérőzsinór, ez egyre izgalmasabbá válik így a világban, de hát annál is inkább kell nekünk ezeket a jó irányvonalakat megjelölni.
azért is fontosnak tartottuk itt a sorozatban, aki esetleg követte így az adásokat, hogy arról beszéljünk, hogy tényleg mi a célja, milyen értékei, milyen kincsei, milyen örömei vannak a szövetségi házasságban, a házas életnek, a szexuális egyesülésnek. Tehát az lehet mérőzsinorunk, hogy ez egy örömteli tevékenység, nem az el tudom-e szenvedni még, kibírom-e. Tehát nem ebben a kategóriában. Kötelező testgyakorlata. Igen, ezek. Tehát hogy azért, hogyha esetleg valaki így előző adásokat még nem követte, vagy nem találkozott vele, több adásban beszélünk arról, hogy ezért megragadható egy olyan, ha nem is a gyakoriságban, vagy a szexuális együttét hosszában megragadható módon, de az, hogy egy örömteli, egymással való közösségben egy nagyon értékes és extatikus élmény lehet, hát ez a célja igazából, és nem egy testgyakorlat, és nem amiket felsoroltál. Tehát az biztos, hogy azért csak meg fog jelenni az, hogy most van-e zavar, vagy nincsen, és itt az adás előtt is egy beszélgettünk Ágival, hogy el kell választanunk azt, amennyire lehet, hogy mi az, amikor valami olyan testi probléma van, vagy hormonrendszerben, nem? Ági, hormonális így van, szinten tehát vagy... azért, amikor felmerül egy ilyen probléma, én azt gondolom, hogy ezt így definiálni nehéz, de azért az emberek nagyon jól érzik, hogy valami nem úgy működik, ahogy kellene. Tehát ritka dolog az, amikor valakinek komolyabb szexuális problémája, betegsége, vagy elakadása van, és ő ezt nem tudja, és valaki kívülről hívja föl erre a figyelmét. Tehát ez azért nagyon ritka. És hogyha ő viszont érzi ezt, hogy valami nem teljesen stimmel, akkor el kell kezdeni ezt felgöngyölíteni, és akkor jön az, hogy mindenképpen meg kell vizsgálni a testi oldalt is, és mindenképpen meg kell a lelkit is, mert hogy nem létezik csak lelki probléma, én azt gondolom, és nem létezik csak testi probléma, mert hogy tényleg ezek nagyon összekapcsolódva, egymással összehangolódva tudnak jól működni. Bocsánat, még itt az elején azért meg kell említeni a temperamentumbeli egyéni különbségeket is. Ugye a temperamentum az vele született, egy kicsit genetikailag meghatározott. Ez azért érvényes a szexuális étvágyra is, és hogyha a két fél között például ebben nagyon jelentős eltérés van, de hozzáteszem itt a szociokulturális különbségeket is, hogy igen, ki mit hozott magával, milyen felfogás uralkodott az öneveltetése során, akkor azért itt jelentkezhetnek konfliktusok. Akkor részben válaszoltál is a kérdésemre, mert arra gondoltam, hogy majd lassan térjünk rá, hogy milyen konkrét zavarok vannak, de amit Ági az előbb mondtál, hogy azt azért észreveszi az ember, hogy mi is nagyon sok olyan üzenetet meg kérdést kapunk, hogy egyébként, hogyha oda jutnak, akkor teljesen megfelelő a szexuális életük, de hogy nincs elég idejük rá, akár eltelik úgy hosszú időszak, hogy nem is feltétlenül kívánják azt, hogy ők szeretkezzenek egymással, és hogy hogyan lehet azt belőni, hogy akkor ez most egy szexuális elakadás, vagy probléma, vagy csak egyszerűen egy olyan életszakaszban vannak, vagy egy olyan helyzetben vannak, amikor tényleg kevesebb idejük van egymásra, mert nagyon vékony a jég talán, nem? Hát mondjuk tulajdonképpen nem olyan nehéz, tehát amikor az embernek a háttérkörülményei igazolják az ő problémáját, akkor van rá magyarázat. Ha elmúlik ez a háttérkörülmény, és fennmarad a probléma, akkor ugye lehet érezni, hogy valamit nincsen rendben, de valóban egy ilyen nehéz élethelyzet, hogyha hosszan elhúzódik, megterhelődik annyira az ember, hogy tényleg fennmaradhat. Ez például ez a hipószexuális. Aktívan dolgozni kell, és akkor 30-40 év a legaktívabb, szexuálisan legaktívabb idejéből az mondjuk ilyen lehet, nem? Itt most egyébként ennél komolyabb dolgokról beszélek, tehát tényleg vannak az embernek olyan életszakaszai, amikor nagyon megterhelődik, és akkor világos, hogy a szexuális vágy is alábbhagy, meg a szexuális érdeklődés, mert az embert leköti az életnek a gondja, terhe, nehézsége. De mondom, hogyha ez fönnmarad, és nagyon sokszor később hat. Tehát, hogy tényleg fennmarad az, hogy... Tehát, hogy nem tudtak elég minőségű és mennyiségű házas életet élni a felek,
és tényleg később cseng le az a probléma halmaz, amit átéltek. És könnyű így belefásulni, vagy így megszokni azt, hogy hát akkor mi nem élünk szexuális életet, vagy nagyon ritkán élünk, és akkor az úgy marad a körülményektől függetlenül is. Én egy kicsit behoznék még egy örömteli eseményt is, mert valóban a tragédiák vagy a nehézségek is okozhatják ezt, de hogy a gyerekvállalás is okozhatja, és azt hiszem, hogy ezzel szinte minden kis gyerekes anyuka találkozik, hogy egyrésztről, és itt nagyon fontos tudni is azt a kismamáknak, hogy biológiailag is van egy olyan állapot, ami csökkenti a szexuális étvágyat, a szexuális kedvet, hormonálisan is van egy olyan változás, ami miatt például a hüvely sokkal szárazabb, tehát maga az együttlét öröme is ezáltal valamelyest csökken, és hogy nincs úgy idő, energia, fáradt az ember. Sokan elmondják kisgyerekesként, hogy egy alvás sokkal többet ér, mint a szexuális együttlét, és én azt gondolom, hogy ennek egy darabig van is helye, és itt kell nagyon mondjuk úgy észnél lenni, vagy odafigyelni, hogy valóban ez át tud csúszni. Tehát nekem is sokszor jönnek úgy paciensek hozzám, és én így szoktam ezekről a területekről is kérdezni őket, hogy kiderül, hogy megszületett a kisbaba, és fél év is eltelt, és még nincs együttlét, vagy egy év is eltelt, és még egyszer sem voltak a szülés óta együtt. És nyilván itt megint csak ugye a test és a lélek, tehát hogy egyrésztről van egy testi dolog, hogy valóban csökken a vágy, esetleg nem is esett volna olyan jól, esetleg megpróbálták, de valahogy mégsem úgy sikerült, és ott van a lelki is, hogy fél a csalódástól, a fájdalomtól, esetleg nem úgy fog tetszeni a párjának, tehát ezek nagyon-nagyon összekapcsolódó dolgok, és ezzel tudatosan, én szoktam is, el szoktam mondani a kismamáknak, hogy tudatosan kell azzal foglalkozni, hogy visszajöjjön ez a szexualitás, hogy ők már ne csak apa-anya legyenek, lehetőség szerint ne is így szólítsák egymást, hanem ugyanúgy a nevükön, vagy a kedves becenevükön, ahogy szerelmesként a kezdeti időszakban hívták egymást, és hogy szándékosan szakítsanak erre időt. Tehát, ne az anyát lássa a férje a feleségben, hanem a feleség. Hát lássa az anyát is időnként, de mert hogy az is egy fontos dolog, és nyilván ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon érdekes időszak egy nő életében átalakulni nőből anyává, úgy, hogy közben ezt a jó értelembe vett szerető státuszt is meg tudja tartani, és ez munka. Tehát azért ez nem egy magától kialakuló folyamat. És itt bizony, hogyha az ember erre tudatosan nem készül, nem figyel, akkor bele tud csúszni abba, hogy nincs együttlét, és akkor bele tud csúszni abba, hogy végülis jó, ez így is, el vagyunk így is, ellátjuk a feladatokat, jön a mókuskerék, utána jön a következő baba valahogy, és akkor így, tehát hogy azért ez tud akár egy nehezebb időszak lenni, mindazzal együtt, hogy nem egy tragédiáról, nem mondjuk egy vesztességről, egy gyászról van szó, ami szintén hozhat ilyen időszakot. Ha már itt életszakaszról van szó, akkor azért meg kell említeni azt az életszakaszt, ami ugye nőknél főként klimaxnak neveznek, talán át is adom a szót, mert hogy és elég erős. Erről lesz majd külön adásunk is, ugye? Vagy nem terveztünk most? Én most már lesz. Fórum keretében, de igen. Most is lehet erről, persze. Hát igen, az is egy újabb életszakasz. Tehát ugye ezek nagyon sokszor valóban azért is rossz ez a milyen gyakran kell házas életet élni típusú kérdés, mert erre azonnal vissza lehet kérdezni, hogy hány évesen, meg hogy mikor, meg milyen körülmények között. Mert hogyha valaki tényleg mondjuk egy létbizonytalanságba él, akkor nem azzal a frekvenciával lesz kedve, mint hogyha mindenki egyensúlyozott és minden jó körülötte. És az biztos, hogy maga a klímax időszak akár amikor már a menstruáció elmaradozik, még lehet, hogy van menstruáció, de egy-egy kimarad, ott megint egy olyan hormonális változás van, ami sem a kedv, sem a vágy, a szexuális libidó, sem pedig a hüvelynek az állapota szempontjából nem ugyanaz az állapot, mint valaki mondjuk 25-30 éves korában. És erről megint azért fontos tudni, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos a házas párnak erről beszélni, mert itt megint nagyon sok félreértés lehet, hogy te már nem szeretsz, nem úgy néz rám. És akkor, ha pedig a nőnek fájdalmas, érzékeny a hüvelye, nem olyan az együttlét, akkor ebből is elég sok konfliktus forrás lehet. És természetesen erre vannak orvosi megoldások is, vannak olyan technikák, olyan lehetőségek, amivel ez ilyenkor is komfortosabbá tehető, és erről fontos, hogy mind a két fél tudjon.
Még egy dolog eszembe jutott, ami lehet, hogy nem annyira nagyon gyakori, de azért többször szoktam hallani, amikor hosszú ideig próbálkoznak gyerekvállással, és nem jön össze. És egy idő után így abszolút csak munkának tekintik, hogy pont azokon a napokon igen. pont úgy legyen, és hogyha valakinél ez 5-10 vagy akár még hosszabb ideig elhúzódik, azért hallom, hogy ez is nagyon keményen meg tudja próbálni a, hát alapvetően az egész házasságot, és sajnos sokszor akár még vállásba is. Hát ugye ebben az a legszomorúbb az én számomra, aki így napi szinten a páciensekkel találkozok, hogy ez, ha 5-10 év után visel meg valakit, az azt gondolom, hogy még emberileg is meg minden szempontból egy érthető dolog, de hogy képzeljétek el, hogy egyre többen úgy jönnek hozzám, hogy azt mondják, hogy még egyáltalán nem is próbálkoztak azzal, hogy várják a gyermeket, nem védekeznek, és jöhet a kisbaba, de már legyenek kivizsgálások, már legyen előkészítve a terep arra, hogy viszont amikor akarják, azonnal jöjjön. Tehát az a fajta örömteli szexualitás, ami azt gondolom, hogy az ember életében pont az a szakasz tud lenni, amikor tényleg gondtalanul lehetnek együtt, most értsétek jól ezt igen. a gondtalanult, igen. hogy tényleg ha jön a baba, várjuk a babát, és akkor én szoktam az ilyen pároknak mondani, hogy egy pillanatra álljunk meg, és gondoljunk bele abba, hogy a gyermeket várjuk, és nem csináljuk. Mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy így lelkileg hogyan állunk ehhez a folyamathoz, hogy ez egy munka, egy projekt. Projekt, ezt szokták, projekt. Abszolút szokták használják is ezt a kifejezést. Manapság nagyon gyakori, hogy belekezdünk igen. a baba projektbe, igen. és ahogy hogy mondod, ahelyett, hogy ez így ilyen nagyon kis igen. finoman szépen belecsúszna abba, igen. Hogy igen, most már jöhet, és várjuk, és nem tudatosan vagyunk együtt, hanem szerelemből, és szoktam ezt is javasolni, hogy inkább örömmel legyenek együtt, élvezzék egymás társaságát, hiszen ez egy teljesen védekezni nem kell, gondtalan időszak, ne az legyen a fejükbe, hogy hőmérő, hogy ultrahang. És akkor te például nem értesz egyet azzal, hogy a gyermekvállalás előtt mindenki elmegy mindenféle ilyen teljes vizsgálatra? Én nem értek ezzel egyet. Én azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat érdemes megnézni, talán erről lehet, hogy múltkor igen. beszéltünk, igen. De tényleg pár dolgot érdemes megnézni, amik ilyen csapdásak lehetnek, és viszonylag könnyen, esetlegesen vetéléseket tudunk megelőzni, de olyat, amikor így elkezdik, hogy akkor ő más spermavizsgálaton is volt, meg a nő nem tudom én milyen hormonprofilokon, és akkor az ember megkérdezi, de úgy egyébként jó a ciklus, rendben? Hát igen, semmi probléma nincs vele, de hogy tudjuk. Szóval akkor úgy kezdjenek el várni a gyermekre, hogy teljesen spontán és felszabadultan legyenek nem? benne, aztán majd, ha esetleg egy-két évig, vagy azt hiszem egy évig teljesen normális, nem? Erről hát talán azért érdemes beszélni, olyat is hallottam, hogy valakinél egy hónap alatt nem fogant meg a baba, és már rosszul így érezték van, így magukat. Így van, tehát hogy ugye abban a világban élünk, hogy minden gyorsan megy. Begyomod az autóba, megvan a babát. Egyrésztről az is, hogy ilyen minden azonnal kell, igen. tehát azért emberek nem tudnak várni. Egyrésztről, másrésztről pedig olyan világban élünk, hogy mindent kézbe akarunk tartani. Kontra, tehát ugye ez a fogamzás szabályozás is úgy működik, hogy 20 évig szedi valaki a fogamzásgátlót, és akkor addig nehogy, mert az ilyen csapás lenne, és utána, amikor abba adja, akkor viszont azonnal, mert mi az, hogy nem. És hogy ezek ilyen nem jó berögződések. Tehát én azt gondolom, hogy igen, együtt kell lenni, örömteljen, és várni a kisbabát, nem pedig csinálni. Ez nagyon jó. Okay, akkor szerintem lehet, hogy rátérhetnénk arra, hogy milyen konkrét szexuális zavarok és elakadások vannak, illetve lehet-e megkülönböztetni férfi és női zavarokat? Nyilván másképpen jelenhet meg, de ahogy elkezdte Gyöngyi is, hogy vannak olyan zavarok, most már klinikai értelemben is, de hát is adom mindjárt a szót Gyöngyinek, hogy a vágy területén jelennek meg, vagy a készenléti állapot, vagy válaszkészség területén jelennek meg, és itt hát van, ami a férfiaknál bizonyos módon jelentkezik, illetve a hölgyeknél is. Tehát itt eddig több olyan dologról beszéltünk, ami mind arra mutatott rá, hogy nagyon szoros kapcsolat van a lelki állapot és a testi állapot
között, tehát azon ritka kivételektől eltekintve, hogyha valami olyan, nehogy Isten tumor van, vagy olyan hormonzavar, vagy olyan testi sérülés a nemi szervek területén, ami ezt akad. Ez nyilván az, amiről beszéltetek is, hogy akkor tudja az ember, hogy ott van egy olyan ok, testi ok, ami kihathat erre a területre is. De egyébként meg nagyon-nagyon szoros a kapcsolat, és ha ott van a harmónia, elfogadás, intimitás, jó közösség egymással, bizalom, biztonságérzet, akkor a test is így működik, nem? Hogy akkor meg tudja élni, és akkor nincs gond. Tehát itt, amikor a vágy szintjén van valami elakadás, nincs, vagy kevés, vagy ezt a kifejezést használják, hogy hipoaktív, szexuális vágyzavar, vagy erekciózavar mondjuk a férfiaknál, akkor ott azért meg lehet találni, hogy nem, hogy milyen lélektani okok is lehetnek e mögött. Igen, még mielőtt konkrétan így diagnózis területére érünk, tehát a klinikus mindig személyesen, meg egyénileg dönti el, hogy az a zavar, amivel jelentkeznek mondjuk a párok, vagy néha egyéniben jelentkeznek, az eléri-e a diagnózisnak a kategóriáját. Tehát nincs az, hogy beírom a Google-be, hogy mi a bajom, és ott kidob valamit, és az alapján diagnosztizálom önmagam. Igen, felesleges, mert hogy az előbb, hát Ági is rengeteg háttértényezőt elmondott, ami indokolja azt, hogy mondjuk átmenetileg zavart szenved a szexuális élet, de a diagnózis, mikor már tényleg diagnózist is kap, már pedig a szexuális zavarok a betegségek nemzetközi osztályában szerepelnek, tehát tulajdonképpen alapvetően úgy is osztják fel, mint ahogy a szexuális élet szakaszolható, és annak megfelelően alapvetően 4 szakaszt különítenek el, és ehhez kötik a problémákat, vagy hát a diagnózisokat. Ugye az első rész az a vágy, a szexuális vágy, a szexuális érdeklődés szakasza. Ehhez köthető mind férfiaknál, mind nőknél a szexuális érdeklődésnek a hipoaktivitása, vagy tehát, hogy nem alacsony érdeklődnek szintje. Alacsony szintje, igen. Egészen odáig, hogy kifejezetten kerülik a szexuális témákat, vagy a szexuális helyzeteket. Tehát egészen elmegy az averzióig. Aztán a következő részben jelennek meg az izgalmi, tehát az izgalommal kapcsolatos problémák, tehát hogy alacsony az izgalmi szint. A következő részben ugye az orgazmusnak a zavarai, tehát az izgalmi szintről nem tud átlépni az orgazmusba. Tehát ez problémát okoz, mind egyénileg, mind pedig a párkapcsolat szintjén. És akkor még ehhez hozzáadódik a fájdalmas szexuális élet, ami az úgynevezett diszpareunia. Ez a férfiakra is jellemző? Mind a kettő, mind férfiaknál, mind nőknél, igen. Ez a görög szó igazából tulajdonképpen a boldogtalanságot jelenti, de valójában itt a fájdalmakról van szó. Fizikai fájdalmakról, igen, itt szokták megemlíteni. Például a nőknél a vaginizmust, ami konkrétan nem feltétlenül fájdalom, mivel hogy például a behatolás is lehetetlen, de ide kategorizálják. És ugye, hát hogyha nézzük az izgalmi élet területét, akkor ugye ott a férfiaknál megjelenik az erekciós zavar, a nőknél is az alacsony izgalmi szint, az orgazmusnál, igen, lehet beszélni az anorgazmiáról, tehát hogy például valaki soha nem élt át orgazmust, és vannak a másodlagos zavarok, amikor sikerült már átérni, de mostanában mondjuk egy bizonyos időszakban már nem, tehát valami probléma van vele, körülbelül így foglalható ezek mentén, igen. Szerintem részletesen is belemehetnénk egy-két részből. Ugye említetted azt, hogy a gondolkodásmód a szexualitásról, hogy eltereli a gondolatait, vagy hogy kifejezetten kerüli a szexuális témákat és helyzeteket, hogy egy egyedülálló embernél, főleg egy keresztény embernél, hogy lehet belőni az egészséges egyensúlyt, hogy nyilván ne, mert gondolom nem arra buzdítjátok az embereket, hogy akkor pornográf tartalmat nézze, hogy valahogy a szexuális vágyát felkeltse, hanem hogy úgy helyén kezelje a szexualitással kapcsolatos gondolatokat, de az ne menjen át egy ilyen parázna valami nagyon káoszos dologba.
Ezzel találkozunk, megint csak előző adásokban érintettük, de nagyon szorosan kapcsolódik ide, hogyha amilyen bonyolult, amilyen összetett a szexualitás, hogy van testi, lelki, szellemi vonatkozása, úgy az oki háttérben is mindegyik elemet megtalálhatjuk, és ezek között, Gyöngyi már említette a szociokulturális hátteret is, tehát lehetnek olyan okok a háttérben, ami azon a területen is megragadható, hogy abban a státuszban éppen, amiben van, és mondjuk most a te kérdésedben az egyedülálló státusz volt, hogyha a védelmét úgy építi föl, hogy olyan szinten, szokták is mondani, hogy jegeli a témát, vagy más kifejezéseket is használnak erre, hogyha ez egy öntagadás szintjét fogja jelenteni, tehát egyszerűen a férfi mi voltát, vagy a női mi voltát úgy egészében, ezt kezdi el tagadni, vagy ilyen módon bánik a testével, erre is előző adásokban utaltunk, hogy egyszerűen mindent, ami nőies magán, az addig, vagy a férfi testében. Hogy minden, ami a másik nemmel kapcsolatos. Most ilyen értelme, igen, tehát nemi szervek területe, nemi jellegzetességek, akár másodlagos nemi jegyek, vagy a saját testével való bánásmód területén, hogy ez mind egy eléri azt a fajta tagadást, vagy most ilyen értelemben a jegelést, akkor ez egy olyan lefagyást is jelenthet, olyan lefagyásig is vezethet, hogy akkor, amikor már ott van az a pillanat, amikor azzal, akit szeret, átgondolta, megfontolta, igazán megalapozott jó döntés a házasság kötés, és eljön az a bizonyos násziszak, hogy az előző adásban ezekről, itt előkadási pontokról beszéltünk, akkor ez már a lelki okok között szerepelhet, hogy mit hozott magával, illetve hogyan bánt magával, a gondolataival, a fantáziájával. Tehát az egyik dolog, az egyik csapda valóban az, hogyha és ilyen módon bibliai szempontból illegitim módon foglalkozik a szexualitással, de az, hogy úgy védje magát, hogy ezt tagadja, hogy ezt távoltatja magától, egyáltalán nem is engedi meg magának a gondolatokat, le lehet nagyon-nagyon fagyni, illetve egy torz gondolkodásmód irányába fordulhat ezen a területen. Tehát erről beszámolnak fiatalok, néhányan, akik ilyen problémával is küzdenek. Többféle lehet, és most nyilván nem akarom újra elmondani azokat, amiket előző adásokban érintettünk, de lehet egy egyedülállónak is úgy gondolkodni magáról, hogy nagyon klassz, hogy nő vagyok, nagyon klassz, hogy férfi vagyok. Nagyon, ez is az én identitásomnak a része, hogy milyen vonzalom ébred bennem, milyen vágy ébred bennem a másik nemmel kapcsolatban, csak a helyét helyezem el, hogy ez mert fel lehet pörgetni fantáziát, és akkor nehezebb a csapdákat kikerülni, de én a fagyasztást is veszélyesnek tartom, tehát hogy megvan ennek a helye, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Mert akkor itt a felsorolt okok közül, hogy mit jelent egy merev gondolkodás a szexualitásról, ez gyakran okként, a klinikum okként fogalmazza meg, hogy valahol oka lehet annak, hogy akár a vágy, akár az úgymond a megvalósulás, beteljesülésnek a folyamata is most ezeken a szakaszokon keresztül valahol egy olyan féket kap, aminek már nem kéne ott lennie egy szövetségi kapcsolatban, egy házas életben. Tehát itt ezt lehet keresni, kérdezni, hogy is csinálja ezt az ember, de azt gondolom, hogy azért vannak erre ezzel kapcsolatban ismeretei az emberek. Mi az, ami úgy elvisz, hogy már nagyon szenvedek, hogy nincs ott a beteljesülés. Tehát valószínűleg azon az úton nem kell nagyon előre menni, fantáziák, képanyagok, pornográfiáról lesz külön adás, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ez külön figyelmet kapjon. Még egy-két mondat. Alapvetően azért a szexualitás az emberek nagy részébe bele van kódolva. Így van. Bele van programozva. Na most ez azért arra sarkalja az embert, hogy például férfiként vagy nőként határozza meg magát, és azokat a viselkedés formákat felvegye, tehát magyarán felvegye a férfi vagy női szerepet. Hogyha még azonnal nem tud kielégülni az a bizonyos vágy, az például olyan kereső viselkedésre indítja az embert, hogy keresse a párját. Tehát magyarán valóban csinosítja magát például, hogyha nő meg, hát a férfiak is természetesen, és keresik a párjukat. És
Na, és reméljük, hogy meg is találják. Így legyen. Viszont még egy dolgot fontosnak tartok itt elmondani, tehát, hogy valóban párkeresés is. Alapvetően most ugyan szexualitásról beszélünk, de azért az embernél a szexualitás azért, tehát arra törekszünk, hogy az szerelmeskedés legyen. Igen. Tehát, hogy nem csak hús, vér, aktus, és itt például, amit említettél, hogy pornográfia, tehát ezzel az a gond, hogy ott gyakorlatilag csak két test van. És azért az nagyon-nagyon kevés, hogyha mi embernek definiáljuk magunkat, hogy tehát, hogy az állathoz hasonlóan csupán közösüljünk, illetve szaporodjunk. Nyilván lesz a pornográfiáról külön adás, ahol kifejezetten ezzel foglalkozó szakember is a vendégünk lesz, de hogy azért abban megvan az a veszély, nem, hogy ha valaki túl sok, tehát kifejezetten sok pornográf anyagot fogyaszt, nem tudom, hogy a fogyasztás erre mennyire jó szó, de talán ez a legjobb szóra, és ott az így átprogramozza az embernek az agyát, nem? Tehát, hogy egy fullon torsz képe lesz a szexualitásról, és egy ilyen idealizált, tipizált művilágból utána nagyon nehezen fog a való életbe megérkezni. Erre Ági nagy hangsúlyt tett valamelyik adásunkban, hogy nem úgy, hogy is mondott, valami több nem hangzott el, hogy nem úgy, nem az történik, nem olyan gyorsan. Hogy volt hát valahogy ezt? Így, igen. Tehát, hogy azt mondtad, hogy idealizált. Szerintem meg inkább a torz szó lenne az ide való. Torzított, igen. Mert igen. Hogy az idealizált, az pont egy, én ha azt mondom, hogy egy idealizált szexualitás, akkor ez egy igazi szerelmeskedés a minden szempontból tökéletessel. Ez amit itt megint. A pornográfiára nem érzem. De hogy amit megint csak nagyon fontos kihangsúlyozni szerintem, hogy nagyon sok fiatalnak, aki még a házas élet előtt van, van egy idealizált képe a szexualitásról, és én azt is el szoktam mondani, hogyha hozzám fordulnak fiatalok akár az esküvő előtt, hogy általában az első pár alkalom messze lesz ettől az idealizált képtől, és hogy ez higgyék el, hogy egyre jobb lesz. Tehát, hogy nem az első lesz a legtökéletesebb, legjobb, legszuperebb, de hogy ez nagyon-nagyon sokat fog szépen javulni, finomodni, tényleg összeszoknak, megismerik egymást. És a pornóval pont az a baj, hogy egyrésztről valóban szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tényezője, hogy ott csak egy testi, teljesen lecsupaszított, hát nem is tudom, micsoda van, mert még együttlétnek se nevezném, tényleg ez egy ilyen szaporodás, de ugye az sem, mert nem az a cél. De a lényeg az, hogy tehát nem idealizált, és hogy sokszor valóban azok az emberek, akik erre nagyon rá kattannak, és hogy te mondtad, sokat fogyasztanak ebből, ők meg azt gondolják, hogy ilyen a szex, és hogy a szex meg nagyon nem ilyen. Szóval, ha nem is gondolják, hogy ilyen, már nem tudnak másképp gondolkodni. De hogy alapvetően azt gondolják, és sokszor pont ez a probléma, hogy azt várják el a partnertől, aki esetleg soha nem is látott ilyet meg, nem is fogyasztott ilyet meg, nem is, esetleg még nem is hallott róla, hogy mik történnek egy ilyen filmben, és ebből nagyon nagy, tényleg ebből azért tudnak tragédiák is lenni adott esetben. De akár annak az oldalán is, aki a pornót fogyasztja, mert azt hiszem, hogy úgy kéne teljesítenie, igen. És akkor miért nem úgy működnek a dolgok? Tehát itt a háttértényezők között a különböző szexuális zavaroknál ezt is megemlítik, hogy az a fajta, hát a szakirodalom azt mondja, hogy túlzott pornófogyasztás, azért mi úgy gondoljuk, hogy egyáltalán nem egy olyan út, ami az ismeret szerzésnek megfelelő útja lenne. De még egy olyan területre én szeretnék így utalni, hogy nekem egy meglepő volt, hogy nem mélyültem el ebben a témában, már a zavarok témájában, de találkoztam a szexuális és anorexia kifejezéssel, és ez nagyon érdekes volt. Ez 1975 óta akkor született egy könyv Patrick Kanz tollából, és akkor írt erről a jelenségről. Nyilván ennek az elemeit a diagnosztikában ezzel lehetett találkozni, csak megérdemelte, fájdalmas módon megérdemelte ez a jelenség a kiemelést, mert szexuális anorexiát olyan helyzetben állapítanak meg, amikor ott van a szexuális vágy, de olyan lelki sérelmek vannak a háttérben, a kötődés vonatkozásában, egyáltalán a bizalmat adni tudás vonatkozásában, intimitás vonatkozásában, tehát olyan koragyerekkori, javíts ki Gyöngy, nem jól pontosan mondom, tehát olyan kötődési problémák, illetve a leválási problémák területén olyan sérelmeket él át lélektani szempontból a
az érintett személy, ami, hogyha az nincs, ha az nem oldódott föl, meg fog jelenni a szexuális életében, mint ahogy láthatjuk azt, hogy mindenféle lelki zavar, probléma, diagnosztikus súlyú probléma valahogy levetül a szexuális élet területén, és erről biztos Gyöngyi többet tud majd mondani, de még annyit így a szexuális anorexiáról, hogy ott van a vágy, de nem engedi meg magának azt, hogy olyan közel engedje magához a társát, hogy ez a gyönyörű, szép, hogy így szeretem hallgatni Ágit, amikor olyan szépen beszél, nyilván én is igyekszem erre, hogy az az igazi értéke, igazi célja a szexuális egyesülésnek, az már a közelengedés szintjén egy félelmet, szorongást vált ki, nem engedi meg magának. Ennek többféle ok vezethet odáig, de valahol megragadható ebben a gyökérokban, hogy valahol ez sérült, hogy nem tud bizalmat adni, és ha valaki nem tud bizalmat adni, nem tud megnyílni. És jobb nem frusztrálódni, nem engedem közel a másikat. Tehát ilyen módon van egy döntés ilyen értelemben. Hát, hogy most az anorexia részéhez hozzátéve, ugye, tehát szexuális anorexia, tehát itt kifejezetten arról van szó, hogy önmagának is fájdalmat akar okozni, mert ugye vágy van, hasonlóan az étkezési zavarhoz. Tehát éhezni éhezik, a szexuális életre is éhezik, de egyrészt visszafogja magát, tehát hogy önmagának ezáltal fájdalmat okoz, másrészt pedig hogy ezt a területet kontroll alatt tartja. Igen, tehát igen, ez a kontroll ez mint olyan... Mennyire tudatos? Sokkal inkább így tudatalatti, vagy van olyan, aki nem, ez teljesen tudatosan meg akarja vonni magától az örömöt, meg a jódol. Igen, tudatos. Abszolút. Én annyit tennék hozzá itt partszérről, asztalszérről, hogy a döntés része az lehet tudatos, de nem biztos, hogy tudja, hogy miért hoz ilyen döntést. Nem? Ebbe egyet tudunk érteni. Nem biztos, hogy tudja, hogy mi az oka annak, hogy ő így dönt. Tehát nem tagadja meg a vágyat, tehát nem azon a szinten akad el a dolog, hogy nem nincs vágy. Tehát ilyen szempontból döntés, de az olyan szinten viszont talán nem tudatos, hogy nem tudja, hogy miért hoz ilyen döntést. Valamilyen magyarázat születik. De hát én már háromszor csalódtam, negyedjére nem engedek ide valakit, mert talán az étkezési anorexiánál is egy terápia tárja föl azt, hogy aztán de kiderül, hogy mondjuk az anyával való kapcsolat, vagy más vonalon az apával való kapcsolatban milyen sérülések voltak, ami miatt ez a fajta, mert hogy ez az szükséges a nagyon fontos szó, amit behoztál, ez a kontroll szó, hogy ahhoz, hogy az ember ezt a kontrollt, ezt ne ilyen erősen tartsa, ahhoz kell egy bizalom, kell, hogy biztonságba érezze magát. És van, amikor ez a terület sérül, hogy tud-e ilyen módon. Most csak ennyit akartam kiegészíteni, hogy döntés, de az nem biztos, hogy tudja, hogy miért. Nem tudom, mit gondolsz. Igen, erről, valóban, tehát ez ilyenkor feltárást igényel, hogy konkrétan egy egyedi esetben mik azok a háttértényezők, ami alapján ő ide jutott, hogy ezen a területen megvon magától örömteli dolgokat. Igen, és talán még azt fontos megemlíteni, abszolút kapcsolódik ez, hogy a szexualitás az egy ponton túl kontrollvesztés. Tehát azért az, hogy azt úgy meg... Önátadást szoktuk is mondani. Igen. Tehát, hogy az anorexiának is ugye az a lényege, hogy még erre is képes vagyok, hogy ezt megtagadom és megtartom. És de legalább én szabályozom, és én döntöm. Mert lehet, hogy az életemnek semmilyen más területét nem tudom szabályozni, de ez legalább ez az ez nagyon enyém. Sokszor ide vezethető vissza, így van, és a szexualitásban is, hogy nagyon sok területről esetleg olyan csapás éri azt a férfit vagy nőt, és akkor ez a kontrolltartás, ez fontos. Gyöngyi mondta a fájdalom okozást is, és az étkezésnél is azért érzi az éhséget, és mégsem tölti be a szükséget. Érzi a szexuális vágyat, de nem tölti be ezt a szükséget. Tehát van egy ilyen rész is benne, és valahogy így, hát nagyon fájdalmas ezt kívülről nézni, mondjuk a szolgálati oldal, vagy a szakmai oldal, meg ez, hogy fájdalmas ezt nézni. De egy másik kategória mondjuk az aszexualitás. Olyankor nincs vágy. Nincs vágy, vagy beszélsz erről? Hát, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy soha nem is volt. Tehát, hogy egy primér hipoaktív, tehát, hogy semennyire nincs vágy. Tehát nincs érdeklődés, soha nem élte át, hogy ő szeretne szexuális életet élni, vagy hát bármi ilyen dolog iránt érdeklődni.
De ahogy olvasgattam ebben a témában, van, aki például önkielégítést végez. Van, aki használ egy másik szemét. Nagy széles a skálája az a szexuálisnak. De azt a fajta szexuális élményt, ami a teljességét jelenti, és ez nem csak a erkölcsi értelemben, hanem ami ehhez... Tehát az összeforra a lelkük és a minden. Tehát olyan értelemben a vágynak a hiánya, mert ugye ezzel kezded a definíciót, tudom, hogy az a fajta, tehát az intimitásomat ebben éljen meg beteljesedve, ez abszolút hiányzik. Ez kisebb, amit most mondok, az kisebb rész, írja a szakirodalom, hogy előfordul olyan, hogy valaki tehát mint hogyha viszket a kezed és megvakad körülbelül, tehát nincs benne a személyisége az embernek, tehát ilyen előfordul. De az az alapjellemző, hogy nincs vágy. Van olyan is, aki a romantikus, tehát hogy nem is vágyik, lelki szinten sem egy ilyen intim közösségre. Van olyan, akinél megvannak a romantikus kapcsolódása való vágy, de nem gondolj, tehát nincs az a késztetés, hogy a szexuális közösségben is megélje. Tehát, hogy most ott fűzném össze ezt a két szállat, amit Gyöngyi mondott meg, amit hozzátettem, hogy az a fajta szexuális közösség, amiben a másik személye jelen van, ami a közös öröm, az abszolút hiányzik. Akkor is, hogyha ő esetleg egy testet használ. Tehát olyan furcsa ez is spektrum. Hát igen, viszont azért alapvetően klinikusnál ezek a személyek nem jelentkeznek. Igen. Viszont itt használnám ki, hogy itt vannak a szakpszichológusok, bármilyen nehéz is ezt a szót kimondani, hogy, és egy kicsit elvinném, de tényleg csak egy nagyon kicsit abba az irányba, hogy többször olvasgattam én is a különböző ilyen személyiségzavarokról, meg volt is a Hit Rádióban műsor pszichopatákkal kapcsolatban, narcisztikus személyiségzavarokkal rendelkezőkkel kapcsolatban, és hogy akkor is beszéltek arról a szakemberek, hogy nagyon sokszor ezek a személyiségzavarok a szexualitásra is kihatnak. És amiről most Móni beszéltél, hogy mondjuk valaki csak tárgyként használja a saját partnerét, vagy egyebek, ezek azért az ilyen személyiségzavaros emberekre lehetnek jellemzőek, talán nagyobb mértékben, nem? Hát a személyiségzavar az zavar, tehát sokféle személyiségzavar van, de mindegyik érinti a szexualitás területét. Tehát például, ha skizoid személyiségzavara van valakinek, az eleve egy kicsit idegen, nem csak a világtól, hanem a másik embertől is, tehát az kevésbé keres kapcsolatot. Például egy paranoid személyiségzavar az állandóan gyanakodik, és kontrollt igényel a szexualitás fölött, tehát világos, hogy elmegy ebbe az irányba. Tehát pont ez az önátadás, a bizalom, ami ugye fontos a szexuális élet során, az zavart szenved. A narcisztikus például, amiről olyan nagyon sokat szoktak beszélni mostanság, annak meg az a tragédiája, hogy igazából nem tud szeretni. Tehát nem meri, tehát nem tud szeretni, tehát az intimitásba nehezen adja bele magát, teljesíteni akar, mutogatni az ő csodálatos, akár testét. Akkor rájuk vonatkozik az, hogy gyakran váltogatják a partnereiket? Nem feltétlenül, sokkal inkább lehet ez például egy hisztériás vagy hisztrionikus személyiségzavarban szenvedő esetében, mert ők meg nagyon-nagyon intenzíven, teátrálisan élik meg a szexualitást. És tudom, hogy van egy hisztrionikus. Hát ők, akik egyébként nagyon-nagyon színes személyek, és nagyon elő tudják adni magukat, nagyon kicsinosítják magukat, és nagyon vonzóak tudnak lenni, és néha férfiak ebben nagyon bele is buknak, mert hogyha a valódi intimitásról van szó, ott meg meghátrálnak, és gyakorlatilag tehát kiderül, hogy a szép ruha mögött nem volt semmi, most az egészet idézem. Igen, tehát hogy hisztionikus. Hát az antiszociálisnál, hát ott pedig ugye nagyon csúnyán a kihasználás van, tehát a saját érdekek figyelembevétele és a megalázás, tehát az egy
nagyon problematikus terület, most így gyorsan így ezek kicsit... félelmetesen hangoztak. Igen, igen. Jó széles a pala. Igen. Kicsit visszatérve az a szexualitásra, amikor mondtátok, hogy az emberből nagyon nincs vágy, hívőknél, meg erkölcsös fiataloknál azért előfordul az, hogy halljuk azt, hogy hát, hogy igazából ő nem is vágyik rá, meg jó, majd ha esetleg oda kerül, akkor úgy előfordulhat, de hogy nincs ez még a gondolatában sem, és azért tényleg van, hogy fiatalok azt gondolják magukról, hogy ők igazából nem vágynak, és nem is érzik szükségét annak, hogy szexuális életet éljenek, és amikor mondjuk oda kerülnek, akkor problémákba ütköznek, és hogy ezzel nehézségeik vannak, hogy hogy tudunk erre egy ilyen kis segítséget adni, hogy ne gondolják azt, hogy attól, hogy az erkölcsös mi voltuk miatt az adott életszakaszban nem kívánják mondjuk azt, hogy bárkivel összefeküdjenek, attól nem szenvednek semmiféle zavarban vagy problémában, hanem amikor majd oda kerülnek, akkor ez esetleg át tud váltani, nem tudom, hogy mennyire érthető, amit így. Most, hogy értettelek, Kinga, tehát ugye, hogyha valaki nagyon erkölcsös életet akar élni, és egy kicsit ilyen görcsösen, meg van az úgynevezett jó kislány script. Egyébként ezt konkrétan vizsgálták is, az például nagyon-nagyon ellentétesen korrelál az orgazmus készséggel, például ez a jó kislány szerep. Tehát ott annyira erősen le van fagyasztva a szexuális vágy, hogy nehéz ezt a kaput megnyitni, tehát már kulcs kell hozzá, mert annyira be van zárva. Tehát, hogy van egy természetes vágy, ezt meg lehet élni, és attól még nem bűnös az ember, hogy késztetése van, csak hát nem mindegy, hogy azt hogyan éli ki. Tehát például párkeresésben, ahogy az előbb beszéltem róla, vagy pedig, nem tudom, leül a pornó elé, és tulajdonképpen ez egy, hát nem célra vívő szexuális viselkedés. Szóval nem mindegy, hogy hogyan éli ki, de önmagában a vágy az nem bűn. Az okozhat elakadást, hogy mielőtt valaki még nem volt gyakorlati helyzetben, alapvetően kíváncsi arra, hogy vajon majd, amikor oda kerül, akkor hogy fog funkcionálni férfiként, meg nőként, és hogy az ebből adódó szorongások, félelmek elvezetnek a különböző elakadásokhoz. Én még Kinga előző kérdésére válaszolnék, mert ez elég bonyolult volt, amit tettek. Meg kell emésztem. Megkapcsolom a Google-t. Én örülök neki, hogyha erről kicsit hosszabban van szó, mert én a fiatalok körében nagyon gyakran hallom azt, hogy ő elkönyveli magát, hogy meg ugye divatosak tényleg manapság, ilyen mindenféle pszichológiai szakszavakkal dobálózni, és hogy azt mondják, hogy jaj, te a szexuális, vagy téged nem érdekelnek a fiúk, téged nem érdekelnek a lányok, és többször hallok őt, hogy így beleragadnak ebbe a szerepbe fiatalok, és azt gondolják, hogy hát amúgy a szexualitás őket nem is érdekli, és hogy így hagyjuk az egészet. De hát akkor úgy lehet, hogy érzed, hogy így rezonálsz a kérdésre. Igen. Szerintem elsősorban azt kell nekik mondani, hogy nézzék meg a tiszta szexnek az adását. És ezt csak félig viccesen mondom, mert hogy szerintem tényleg nagyon fontos az, hogy merjenek a fiatalok is egy picikét tájékozódni, ismeretet szerezni arról, hogy valójában mi a szexualitás. Mert én is azt látom, hogy nagyon polarizált ez a történet, egyrésztről ez a, és a világban is, ez a ne beszéljünk róla, mintha nem is lenne, ne is kérdezzél, kisfiam, kislányom, majd eljön az ideje, de hogy mikor, meg hogy jön el az ideje, hogyha sose lehet kérdezni, azt azért úgy kíváncsi lennék rá. Vagy tényleg van egy ilyen nagyon nagy szexuális szabadosság, ami meg a másik véglet, nyilván ez a világra jellemző, amikor akár a gyerekekkel együtt néznek a szülők pornót, ami azt gondolom, hogy a lehető legrosszabbak egyike. És fontos, hogy tényleg tiszta módon is lehessen a szexualitásról beszélni, és tényleg azt gondolom, hogy az elmúlt adások nagyon sok része szólt arról, hogy hogyan lehet fiatal, már a nemi érés alatt, vagy hogy mondjam, az után lévő gyakorlatilag egy szexuálisan aktív, mert egy egyedülálló ember is szexuálisan aktív, mégis tisztán megélni mindezt. Tehát, hogy akár felfedezni azt, hogy valójában, amiről már tényleg ez nekem a zizim, hogy egy kicsit a lányok is megnézik, hogy hogyan néz ki a nemi szervük, tisztában vannak vele, megismerik, és hogy nincs ezzel így semmi probléma, hogyha valamelyik fiú egy kicsit szimpatikusabb a többinél, vagy valamelyik lány. Tehát az biztos, hogy az a fajta jegelés, és az a fajta teljes elutasítás, ami szerintem nagyon-nagyon gyakori, az biztos, hogy nagyon rossz irányba vezet. És persze ez egy vékony jég, tehát hogy ebbe az a nehéz, hogy
hogy van, amikor ez egész egyszerűen félrecsúszik, és nyilván nem az a cél. De egy kicsit olyan érdekes kérdés az is, hogy legalább akkor a probléma, azt gondolom, hogyha valakit pedig olyan szinten visz bele az erkölcsösség egy eljegelésbe, hogy utána az élete többi részét nem tudja egy harmonikus házasságba, párkapcsolatba, szexualitásba megélni. Tehát, hogy ez egy, tehát az is nagyon nagy probléma. Pont ez az, amit kérdeztél, nem? Hogyha nagyon sokáig jegeli az ember, akkor utána mi lehet a házasság? Hát utána tragédia. Tehát, hogy én alapvetően nagyon gyakran találkozom azzal, ez a tilos, esküvő, kötelező. És hogy ezt egy női lélek még nehezebben éli meg. Én azt gondolom, a fiúknak talán ez egy picit könnyebb, nekik talán a tilos része nehezebb, a lányoknak meg a kötelező rész, de hogy ez azért nagyon komoly nehézségeket és problémákat tud okozni. Kaptunk ugye olyan üzeneteket, hogy még a házasság után is lelkiismeret furdalást éreznek a szexuális együttlét során, és bűnösnek érzik, hát, meg nagyon moskosnak érzik lelkiismeret furdalást, hogyha orgazmusa van. Tehát, hogy ezek, és tényleg ez az önátadás, meg ez a tudatvesztés, ez azért benne van egy szexuális együttlétben. Azon gondolkodtam még, hogy amikor elakadás van az egyik félnél, akkor nagyon gyakran a másik fél hibáztatja magát. De lehet-e olyan helyzet, amikor a másik fél tényleg tud azért tenni, hogy az egyik félnél, ez ilyen kétismeretlenes egyenlet, ne legyen elakadás, vagy lehet-e elakadás amiatt, mert a másik fél így vagy úgy viselkedik? Hát ebben van legalább három kérdés ebben az egyben. És két ismeretlen. Attól nem ijedek meg annyira, de az két egyenlet kell legalább, hogy sokat beszéltünk arról, és itt ide is kapcsolható az, hogy ahogyan egymással bánnak, ahogy a közös életüket építik föl, a szexuális közösség vonatkozásában is, ismereteken keresztül, egymással való kommunikációban, a bizalom építésében, tudnak segíteni is egymásnak, hogyha ezeket a háttértényezőket, amit többször emlegettünk, mint hárman, hogy mit hoz magával. Most legyen az egy ilyen lefagyasztó kommunikáció, legyen az egy olyan túlvédő akció a környezet részéről, hogy többet van szó arról, hogy mocskos bűn, milyen körülmények között, amiben egyen-egyenként azok a mondatok, azok megállhatják a helyüket, de hogyha a szexualitásról csak bűn meg mocskosság vonatkozásában hal valaki, akkor ez az út a lefagyasztáshoz vezet. Tehát, hogy mert a fő kérdésed erre, vagy legalábbis én ezt emelem ki a kérdésedből, hogy hogyan tudnak egymásnak segíteni. Okozhatnak egymásnak, az egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy tudnak egymásnak segíteni. És a valódi ismeretekkel, a szexuális életről, a női testi működésről egymással kommunikálva azokat a pilléreket, amiket valamelyik adásban megfogalmaztunk, talán a nyolcadikban, hogy az a fajta tisztelet, kölcsönösség, adni akarás, elfogadni tudás, gyengétség, figyelem, védelem, biztonság, hogy ebben a gyűrűn belül kommunikálnak, keresik a megoldást, ha esetleg bizonyos pontokon külső segítségre van szükség. Tudnak abban mind a ketten részt venni egy ilyen külső segítségkérésben, akkor nagyon-nagyon sok probléma oldható. Hát, hogyha így végignézzük, itt van előttünk egy táblázat, hogy milyen típusú szexuális zavarok vannak, és milyen háttérokok vannak. Itt nagyon-nagyon sok ok a kifejezetten biológiaikon kívül, vagy szervi problémákon kívül. Ezek mind-mind ott a léleknek a különböző időszakokban átélt élményeihez kapcsolódók. Lehetnek azok traumák, lehetnek azok olyan tanítások, amikből hiányzik az a rész, hogy ennek hol lenne a helye. Tehát egymásnak lehet segíteni ebben, hogy nem elvárásokat zúdítunk egymásra, sem magunkra, hogy úgy kéne nekünk működni, mint a valamikor látott pornóban, vagy ahogy valahol hallottuk ismerősi beszélgetésben, hanem hogy igazából, tehát ehhez forduljunk, és erre készüljünk, erre hangoljuk magunkat egymással való közösségben is. Elfogadás, bizalom, szeretet, kommunikáció egymással lehet ezeket a hiányokat, elakadásokat is oldani.
Még a kérdésedre válaszoljak, Tamás. Persze, hogy lehet az egyik fél viselkedésében olyan momentum, ami a másikban hát ellenállást vált ki. Tehát például, hát azért csak mondom, keresztények között is vannak pszichiátriai zavarok. Tehát például mondjuk, ha például egy bipoláris zavarnál mondjuk a mániás állapotban van, vagy mániás szakaszban van az egyik fél, akkor például ott erősen megélheti, tehát hiperszexuális viselkedést élhet meg, tehát hogy kérheti például a feleségét olyan extrémebb szexuális viselkedésre, ami például a nőből nagyon erős averziót vált ki, és hogyha ez így marad, de mondjuk szeretné a férjét kiszolgálni, mert például fél attól, hogy elhagyja, mert mondjuk egy ilyen állapotban hát jön-megy az ember, és keresgél, nem csak szexuális területen, hanem mindenhol, de tehát ugye ilyen felfokozott viselkedés jellemzi. És hogyha ezt ki akarja szolgálni, akkor egy idő után hát lefagy a nő. És, úgy érzi, hogy megerőszakolták. Igen, nem, vagy igen, tehát olyanokat kért tőle. Nem önmaga abban a kapcsolatban. Igen, tehát ugye ez már neki sok. És akkor igenis a másiknál is kialakulhat egy szexuális zavar. Vagy hát ha már, és nyilván ilyenkor hangsúlyozunk, hogy azért a keresztény emberek unblock nem ilyenek, mindig a szélsőségeket emeljük ki ebben a műsorban, de hogy van a Bibliában az az ige, hogy ne fosszátok meg magatokat egymástól, és akkor az egyik fél állandóan... Egymást ne fosszátok meg, igen. Igen, ez bonyolult. Szóval, hogy és akkor valaki állandóan erre emlékeztetve egy ilyen vagy állandó készenléti állapotot vár el a másiktól, az is okozhat problémákat, igen, nem? Igen, igen. Én egy picit még a kérdésedre egy kicsit fiziológiásabb választ is adnék, amivel talán többen találkoznak így a fiatal házasoknál, hogy például a korai magömlés is egy olyan dolog, ami nem ritka probléma az első időszakban a házasoknál, és hogy erre hogyan reagál a feleség, hogy ezt hogyan próbálja segíteni, támogatni, közösen hogyan keresik a megoldást, akár tényleg technikai trükkökkel, vagy csak egész egyszerűen egy megértő, empatikus hozzáállással, vagy esetleg emiatt egyfajta kicsúfolást, kigúnyolást, nem megértést, megvetést kap az a férfi, ez nagyon nem mindegy. Mert ilyenkor jön be a teljesítménykényszer, nem? Hát meg a megfelelési kényszer. Másrésztről pedig akkor nyilván bejön egy olyan szintű frusztráció, ami még pont, hogy olaj a tűzre, és tovább rontja a problémát, és hát nyilván a női oldalról meg ott van egyfajta csalódottság, egyfajta nem kielégített állapot, egyfajta ebből származó frusztráció, tehát itt is nagyon-nagyon sokat számít az, hogy ezt közösen beszéljék meg, közösen oldják meg, mert hogy ebből mind a kettőjüknek nagyon komoly szexuális zavara lehet, hogyha ez így marad, de hogy ez, erről is fontos szerintem beszélni, hogy ez egy bizonyos szintig akár normális is lehet a szexuális élet legelején, és hogy erre hogyan reagál mind a két fél, ez tudja konzerválni ezt a problémát, vagy akár súlyosbítani, vagy átsegíteni ezt az időszakot, ami lehet, hogy valakinek fél év, egy év, esetleg valamivel több is, de utána meg tud ez oldódni. Tehát, hogy ez megint nagyon, mert hogy ez volt szerintem a kérdésednek egyik része, hogy egymást hogyan igen. tudják nehezíteni, vagy támogatni ebben. Ami még eszembe jutott, az az, hogy kaptunk ilyen üzenetet is, aki elmondta, hogy szexuális erőszaknak az áldozatává vált, vagy egyebek. Ezek meg talán még speciálisabb helyzetek, hogy ilyenkor hogyan reagál az embernek, itt akár bejön megint az, hogy a teste és a lelke együttesen. Hát igen. Hát itt a... abból a szempontból is gondolkodhatunk erről a kérdéskörről, hogy létezik szexuális szadizmus. Most, ha nem a legdurvább dolgokról beszélünk, mert van, aki, nem is tudom, hogy bárki elismerni ezt magáról, vagy akkor nagyon, nagyon súlyos diagnózusú személy, ha ezt úgy gondolja, hogy ezt megteheti. De a szexuális szadizmusnak része lehet, akár tudatosság nélkül az is, amit Ági mondott a szavakkal, hogy hogyan beszélünk egymással, vagy egymásnak ezen a területen a külsejéről, a válaszkészségéről, vagy egyáltalán a szexuális aktivitásáról, testéről. Tehát ez, amikor ha szadizmusról akkor beszélünk, hogyha látja, hogy fájdalmat okoz,
látja, hogy hát ha nem veszi észre, az egy másik klinikai diagnózis. De ha látja, hogy fájdalmat okoz, és ez neki örömet okoz, hogy megalázza a másikat, és a másik megalázottnak érzi magát a szavak miatt, az érintések miatt esetleg, olyan cselekedetek miatt, ami fájdalmat okoz, kellemetlen a másiknak. Tehát ennek lehetnek olyan, eljuthatunk odáig, és egy picit visszakanyarodva, már nem először ebben a műsorban, ha ne fosszátok meg egymást igének a félreértelmezéséhez, akkor olyan erőszakok történhetnek, amiben mindegyik feltétele sérül, meg van támadva, ami egy jó szexuális közösséghez hozzátartozna. Az a tisztelet egymás felé, kölcsönösség, védelem, jó akarat, stb. Minden sérül. Tehát ha ne fosszátok meg egymást ezen a területen, ez azt jelenti, hogy én azt veszem ki ebből az igéből, úgy értelmezem ezt az igét, hogy egy olyan terület, amit áldásnak talált ki Isten számunkra, hogyha most így az igére hivatkozva értelmezzük ezt a helyzetet, amit mondtál, jelenti azt is, hogy lehet, hogy nem egyszerre jelentkezik ugyanaz az intenzitású igény, de szeretetből egymásnak örömöt szerzünk ezen a területen. Erről is beszéltünk különböző adásokban, ezt többféle módon is lehet tenni. Tehát én engem arra figyelmeztet, vagy hogy mondjam, azt jelenti nekem ez az ige, hogy ez nagyon fontos része a házastársi közösségnek. Ezt úgy kezeljük, hogy ez egy olyan szükség, aminek a betöltése, az emelés erősíti a házastársi közösséget, és mivel különbözők vagyunk ebben, az, hogy mikor, hogy adunk, kapunk kölcsönösen, egy időben, egyszerre, erre figyeljünk oda, hogy ne legyen kifosztott a másik. Nem tudom, mit tennétek hozzá, de nem azt jelenti, hogy azt kell csinálod, amit én ebben a pillanatban akarok, amit én követelek, és neked ki kell szolgálnod ezt. Tehát akkor valahol nincs ott a másik személy. Egy kicsit kiterjesztve, amiről Móni beszél, tulajdonképpen ez a szadizmus a szexuális életterületén alapvetően a bántalmazó kapcsolatokban jelentkezik. Tehát ez egy ilyen szadista-mazochista dinamika, amikor az egyik diktál, és a másik meg alapvetően alámegy. Látszólag még élvezi is, mert talán az első pillanatra biztonságban is érezheti magát, hiszen ha bántalmazzák, akkor legalább foglalkoznak vele, és itt néha szeretet látszatát is keltheti ez az erőszak. Főleg, ha ez a szexualitás területén talán még inkább igaz, nem? Mert hogy abban mégiscsak van valami fajta intimitás, vagy annak tűnő dolog. Erős vágy, meg hogy igen, tehát itt ugye a szexuális életterületén ez már nyílt agresszióba is torkolhat. Visszatérve még ehhez az igéhez, hogy ne fosszátok meg egymást, ez meg például ahhoz is, tehát valóban szeretetből született ez az ige. Ez meg például arra is utalhat, hogy van, aki úgy gondolja, hogy meg kell várni mondjuk a szexuális vágynak azt a spontaneitását, tehát mindig várni kell, hogy hú, spontán legyen, és akkor mi majd együtt leszünk. Ez az ige viszont arra mutat, hogy nem, hát azért az tervezhető is, tehát hogy mindig benne vagyunk mi is, hogy akarjuk-e, eldöntjük-e, hogy mondjuk este, ha gyerekek lefekszenek, akkor házas életet fogunk élni. Tehát, hogy igenis van egy ilyen része is, és tulajdonképpen az örömöt, amit a házas élet jelent, azt azért nekünk akarnunk is kell. Tehát, hogy van egy kicsit önző faktor is benne, hogy ezt nekünk akarni kell, és nekünk kell eljutni az abszolút örömig, attól nem kell félni, mert ugye a szexuális zavarokban ez is benne van, hogy néha az örömtől megjelenik a félelem, tehát például az orgazmus, tehát az izgalmi szint eljut a csúcsra, csak éppen pont az az icipici hiányzik, amikor eljut az orgazmusig, tehát az az egyetlen lépés, és ott megáll valami, lefagy, mert megijed az örömtől.
megijed attól a kontrollvesztett állapottól, amiben Ági is mondta. Kiszolgáltatott állapot. Igen, hogy ő beleadja magát valamibe, teljesen kontrollálatlanul átadja magát a másiknak. Egyébként ez az átadás, ez egy kulcsfontosságú, ami a zavarok területén nagyon sokszor jelentkezik, és nem megy, nem működik. Még egy aspektusát érzem a te kérdésednek, hogy azért olyan is előadódhat, hogy valakit megerőszakoltak, nem házasságon, nem igen, kapcsolaton belül, hanem akár sajnos gyerekkorában a szexuális molesztálás, még ha nem is történt konkrétan behatolásos nemi erőszak, az biztos, hogy egy ilyen előzménnyel, hogyha valakinek ez volt az első szexuális élménye, esetleg fiatalon, gyerekként, akkor ez megint csak előhozhat nagyon sok olyan szexuális zavart, olyan jellegű elakadást, problémát, amivel nyilván kell foglalkozni. Itt például én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a házastárs tudjon erről, mert be kell őt vonni, tehát maga a ilyenkor magának a szexualitásnak a felépítése, úgymond megtervezése, és most ezt nyilván nem a rossz fajta megtervezés, hanem tényleg a segítés, a gyógyulási folyamatba való részvétel a férfi részéről nagyon-nagyon fontos. Eléggé szalad az időnk, viszont kíváncsi lennék arra, hogy ti a saját munkátok, szolgálatotok során van-e bármi, tehát ami így a leggyakoribb, vagy amik olyan gyakorlati tanácsok lehetnek, hogy sok ilyennel találkoztatok, és talán egy általánosságban érinthetik az embereket? Én is erre akartam kitérni, hogy egy kicsit azért így beszéltünk nagyon sok konkrétumról, de hogy talán ilyen átfogóbban a legnagyobb problémákról legyen szó, hogy akiket érint, azok halljanak jó tanácsot. De a vaginizmus az egy nagyon, nagyon komoly kérdés, hogy erről esetleg te beszélnél. Igen, érintettük már, mint diagnózist, ami elég komoly zavar, viszont elég ritkán fordul elő, tehát max. 1%-ban a nők között. Igen, itt előfordulhat negatív szexuális élmény, tehát például erőszak, vagy gyerekkori molesztálás, meg például nagyon-nagyon sokszor háttérben van az a szülői modell, tehát például itt az anyának a modellje, ahogy beszélt a női testről, tehát például a menstruációnak a nehézségeiről, hogy az mennyire fájdalmas, a szülés milyen fájdalmas, nőnek lenni milyen nehéz, és ezekkel a háttér attitűdökkel, hogyha elkezd egy nő házas életet, hát előfordulhat, hogy bizony nagyon-nagyon hát abba torkollik, hogy még el is jut talán a vágy szintjéig, mondjuk házasság után, de a behatolás mint olyan lehetetlenné válik, hiszen arról van szó, hogy a hüvelynek az alsó harmada görcs-szerűen összehúzódik. Ezt kísérheti mondjuk a has izmoknak is, vagy a combnak, a belső izmainak a görcs-szerű összehúzódása. Tehát gyakorlatilag, amikor arról van szó, hogy a partnere behatol, akkor ő ezt reflexszerűen lehetetlenné teszi. Tehát itt fizikailag is lehetetlenné teszi. Fizikailag lehetetlenné teszi. És van, amikor ez így is marad. Akár egy életen át? Akár egy életen át, igen. Egy elég hosszú terápia ebből a gyógyulás, nem tudom, hogy kiegészíted, Dágéja? Alapvetően én is azt látom, hogy az én látókörömben a legtöbbször ilyen jellegű problémák vannak, hogy maga a szexualitás megéli, tehát elkezdése, folytatása, tehát maga a közösülés nehezített. Van, amikor ez valóban olyan szintű, hogy már a behatolás sem tud megtörténni, de van olyan, amikor van behatolás, de egész egyszerűen fájdalmas, rossz érzés, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy viselhetetlen maga az együttlét, és hát a másik nagyon nagy csoport az orgazmus hiány. Tehát én abszolút ezzel a két csoporttal találkozom, messze nem 1%-nak érzem. Nyilván ez ugye nem egy reprezentatív minta, tehát ilyen szempontból a statisztikák talán hitelesebbek, de az biztos, hogy hozzám rendkívül sok fiatal, és nem csak fiatal fordul, aki azt éli meg, hogy maga a szexuális együttlét az nem jó. Tehát nem csak az, hogy nincs orgazmusa, tehát nem úgy nem jó, hanem hogy semmilyen szinten nincsen örömérzete benne, és inkább ez egy kényszenvedés. Kényszerű szükség.
És a vaginizmus menet közben is kialakulhat? Igen. Abszolút. Tehát ennek is lehet például nagyon rossz szülésélmény után is van, hogy kialakul a vaginizmus. Tehát olyan is előfordulhat, hogy valaki magát a szülésélményt egyfajta nemi erőszakkal hasonló élményként éli meg. Ezért nagyon nagy felelőssége van a szülésznőgyógyászoknak, azt gondolom, hogy hogyan és milyen módon nyúlnak egy várandós nőhöz, hogy vannak jelen a szülőszobán, és itt is a szavaknak is hatalmas súlya van. Tehát, hogy sokszor ez a megélés, ez nem feltétlenül egy testi viselkedéssel köthető össze, hanem gyakran azzal is, hogy hogyan bánnak azzal a kismamával, és ki tud utána alakulni sajnos. Talán így össze lehet gyűjteni az okokat, hogy ez a fájdalmas, görcsös, a behatolást gátló állapothoz, aztán már ettől való félelemhez mi minden vezethet. De itt az első érintéseknek, az első nőgyógyászati vizsgálatnak akár, hogy valamilyen apropóból erre szükség van még házasságkötés előtt, vagy házas élet előtt, szexuális élet előtt, ezeknek az élményeknek, hát a pszichére ez nagyon-nagyon-nagyon erőteljes hatással van. Te mondtad itt a szülésnek, vagy akár a házasságban, vagy a szexuális életben, hogyha volt egy olyan traumatikus élmény. Hát gyakorlatilag a görcs, az összehúzódás, ez még tartalmában is, meg fizikailag is azt jelenti, hogy jaj, ne! Te többször használtad a félelem kifejezést, amitől fél az ember, az egész teste összerándul, és ha valami ilyen terület, akkor annyi mindent mondtunk már így a szexuális közösségről, hogy hogyan lehet az pozitívan, szabadságban, egy megfelelő ellazultságban megélni, hát minden, ami félelmet generál, vagy tart fenn, az mind ezt a fajta görcsöt, bezártságot fogja erősíteni, és nyilván ezen való áttörés az fájdalmat igény. Azt mondja a szakirodalom, hogy ez azért sokszor egy hosszú terápia, hogy ennek a gyökérokait feltárni, azokat ott a gyógyulás lépésről lépésre megragadni, és hát nyilván úgy eljutni odáig, hogy ennek van hangsúlyosan pszichoterápiás munka része, mert ugye a gyökérok ott, hogyha ki van zárva a testi sérülés, vagy anatómiai probléma, akkor ez dominánsan lélektani ok. Nagyon-nagyon fontos szerepe van a pszichoterápiának, és utána vagy emellett mondják a szakemberek azt, hogy amikor a testnek is meg kell tanulni az ellazulást. De hogyha pszichoterápia nélkül csak ellazító gyakorlatok vannak, az nem fog önmagában. Hát mert a test és a lélek nem szétválasztható. Igen, csak mert vannak olyanok, akik ezt ajánlják föl, hogy ilyen hüvelytágítót, meg stb. Most van olyan állomása a gyógyító folyamatnak, ahol arra is, azaz állomásra is meg lehet érkezni. De hogyha csak ilyen módon kap valaki segítséget, akkor az nem fog eredményhez vezetni, és itt a vaginizmusnál itt különösen, tehát annyira érzékeny, annyira bonyolult, annyira fájdalmas, annyira sok seb van a lélekben, a testben, alkalmatlanság érzés épül rá, aztán depresszió, identitás probléma, hogy egyáltalán teljes értékű nő vagyok-e, vagy nem, aki egy ilyen helyzetben van, hogy ez nagyon-nagyon összetett, ez nagyon finom érzékenységgel és felkészültséggel lehet ebben segíteni, és ha azt mondják, hogy csak akarnod kell, és akkor majd engedj már be, csak akarnod kell, ha lehet, akkor ezzel még lehet. Szorítsd össze a fogaid, és majd biztos nem fog egy idő után annyira fájni. Igen. Igen. Na most az a helyzet, hogy ezt a mondatot nem te találtad ki, hanem sajnos elhangzik ilyen tanás, ami ilyen romboló. Tehát ez borzasztó sok fájdalmat tud okozni. Csak azon gondolkodtam, hogy persze, most ilyen férfi reakciót kicsit karikatúrázva mondtam, de hogy amúgy meg, ha nem lenne ez a szexuális elakadás, akkor még igaz is lehetne, nem? Tehát, hogy lehet, hogy az első behatolás az például alaphelyzetben is fáj egy hölgynek, nem? Erről beszéltünk már, meg a nászi szakán is, de nászi szakást, én nem nászi szakát, nyilván ki hogy beszélt, de a nászi szakáról szóló adásunkban is, hogy nem kell, hogy fájdalmas legyen. Egyet értesz, Ági? Abszolút, igen. Csak ehhez lehet olyan szintű. Ezek a tipikus sztereotípiák. Akkor lehet, hogy ezek sztereotípiák. Ez az, ami a kis százalék, hogy fáj. Én hallok ilyet így ismerősi körben, és mikor egymásnak tanácsot adnak a fiatalok meg egyebek, hogy
mindegy, hogy valahogy próbáljátok meg, az eleje biztos, hogy fájni fog, de egy idő után majd túl lesznek rajta, és jó lesz. Nagyjából ilyen tanácsokkal szokták a kortársak egymást. Osztunk ilyen példát valamelyik adásba, talán Zoli is mondott ilyet, meg én is más-más házaspárnál, hogy voltak, talán ugyanazt a időintervallumot is ról beszéltek ez a két különböző pár, akikre mi utaltunk, hogy fél év is eltelt, mire az a teljes közösség létre tudott jönni. De addig épült a bizalom, az érintések elfogadása, a test megnyílása, tehát azzal, amit az egymás kényeztetés, egymásnak való örömszerzés széles eszköztáráról beszéltünk az elmúlt adások során, az tudja olyan állapotba hozni, hogy aztán már tényleg az a várakozás, az egy testi szempontból is egy nyitottságot jelentsen. Most nyilván elképzelhető, hogy most ezt nem tudom mondani, hogy senkinek nem fáj, csak azért mondom elég hangsúlyosan azt, hogy nem kell, hogy fájjon, mert amit tudunk erről, hogyha ezt az utat járja be valaki, egész személyiségre figyel, és a testet is ismerik meg, és nyitják meg, hogy ez a bizalom, ez az oldottság, ez az ellazultság ott legyen, akkor ennek nagyon kicsi a valószínűsége. Így van, tehát hogyha megvárják azt, amikor készen áll mind a két fél van, arra, hogy van, ténylegesen van. Ez meg tudja. És erre meg történni. Időt kell hagyni, nem? Igen. Hát erre igen. Időt kell hagyni. Igen. 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 Nem tudom, hogy olyat lehet-e kérdezni, hogy van-e megoldás, általános megoldás, mert ahogy arról az elején is beszéltünk, itt azért fontos talán a személyes történetek megismerése, körülmények megismerése, de most beszéltünk egy csomó problémáról, és azért talán ne úgy engedjük el a hallgatókat, hogy nem mondunk rá legalább olyan támpontokat, ami alapján el tudnak indulni, ha esetleg úgy érzik, hogy valamely problémák érintik őket. Én még egy pillanatra, bocsánat, én mindig most így visszakanyarodok, de még annyira, tehát azt még nagyon fontosnak tartom, hogy itt ugye a behatolási nehézség, az együttlét fájdalma és az orgazmus hiányról beszéltünk, hogy itt megint kiemelnék két élettani pontot, amikor ez így átmenetileg előfordulhat, és itt megint a szülés utáni időszak olyan, amikor ténylegesen lehet érzékenység a hüvelyben, és ebbe az a nagyon érdekes, hogy függetlenül attól, hogy hüvei szülés volt, vagy császár. Tehát, hogy valahogy az a tény, hogy megszületik egy kisbaba, és valóban a nőből anya is lesz, ez nagyon átrendezi az ő személyiségét minden szinten, és egy picit a szexualitást is van, hogy újra kell tanulni, újra kell egymásra hangolódni. És ilyenkor én nagyon szoktam biztatni az apukákat, hogy próbáljanak meg újra egy picikét az udvarlás fázisába visszalépni, hogy egy kicsit újra meghódítani azt a hölgyet, azt az anyát, és hogy vissza tudják ők csalogatni a szerelmes feleség szintjére, és lehet, hogy bizonyos szexuális dolgok nem fognak jól esni, amik addig jól estek, és mások meg igen. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy ott lehet egy élettani érzékenység, fájdalom, ami nem csak testi. Tehát van olyan, hogy tényleg semmi érintés nem volt a hüvely szempontjából, mert nem ott született meg a baba, vagy nem kellett semmilyen varázs, semmilyen meccés. Nyilván olyan is van, amikor ez kell, és ez nagyon intenzív, és sajnos akár tényleg okoz egy olyan testi elváltozást, amivel orvosilag kell foglalkozni. És a másik ilyen pedig szintén ugye a klímax időszaka, amiről érintőlegesen beszéltünk, ahol megint csak a párnak egy picit újra kell gondolni, újra kell tervezni, újra fel kell fedezni, hogy hogyan változtassanak a szexuális együttléten, hogy ez újra örömteli tudjon lenni. Akkor most jönnek az általános megoldásokkal. Igen. Én nekem az általános megoldásom az, hogy nagyon fontos, hogy a párok beszéljenek egymással. Tehát szerintem az, és már a jegyesek is, nagyon jó, hogyha a fiatalok nem egymásnak adnak tanácsot, így a kortárs csoport, mert azért az legtöbbször nem a legtökéletesebb tanács, és utána pedig, amikor már megvan a házasság, és elkezdik próbálgatni, kóstolgatni, ízlelgetni ezt az utazást, ezt a nagy kalandot, akkor merjenek erről beszélgetni. Arról is, hogy nekem az esett jól, az nem esett jól, én erre gondoltam, ezt próbálnám ki, mi a véleményed, tehát hogy merni kell erről a területről beszélni, mert mindaddig, amíg nem beszélnek erről a házaspárok egy teljesen legális kapcsolatban, hanem a nő szorong magába, hogy vajon mi, hogy lehetne, hogy azt csinálja, amit én gondolok, a férfi meg, hogy vajon jó volt-e neki az úgy, ahogy én gondoltam, addig nagyon két irányba mehet ez az egész történet.
Én annyit tennék hozzá, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor lehet, hogy lenne egy nyitottság erre, de nem tudnak egymással előre lépni, mert valami olyan szintű háttérok van, amit nem tudják, hogy hogy oldjanak, és ezekkel a problémákkal is, amit azért mondtunk már más adásban is, van olyan pont, ahol érdemes olyan szakembert felkeresni, aki tud segíteni ezen a területen. Tehát van olyan szexuálterapeuta, aki azt mondja, hogy az ő praxisában nyilván, ha valaki már ezt a lépést megteszi, akkor már nagyon elakad, vagy nagyon akar változást. Volt, aki azt mondta, hogy a szexuálterapeuták közül, hogy van, amikor így lépéseként, hát ő diktálja, hogy mit tegyenek először, másodszor, harmadszor, mert amit hoznak a első lépésként, második lépésként, harmadik lépésként, mert amit hoznak a hátterükből, abban egymáshoz akarják igazítani azt, amit a szociokulturális hátterükből hoznak, és ha az mind a kettő zavaros, akkor nem, az a konszenzus, amire jutnak, az nem fogja azt a gyümölcsöt meghozni. Amit Ági mond, az, hogy szorítsuk háttérbe ezek, és egyszerűen fedezzük fel egymást, ez egy nagyon-nagyon jó út. Ha mégis olyan jellegűek, vagy mélységűek a sebek, vagy ezek a berögződések, hogy nem tudnak ebből kimozdulni, akkor nekem hitelesek voltak ezek a ilyen esetleírások, amikor azt mondta, hogy eljöttek így a párok, és akkor elkezdte, hogy mit tegyenek először, mit tegyenek másodszor. És ez gyakran elhangzott, hogy türelem és fokozatosság. Tehát az benne van ezekben a tanácsokban is, hogy lehet ezt a teljesítménykényszert, meg a megfelelési kényszert kiszorítani, hogy építsék egymással a kapcsolatot, de aztán fizikai érintés tanácsokat is adnak. Konkrétan, akinek nincs miből építkeznie, az gyakran ezen a szinten is elakad, hogy akkor most ez rossz, ez nem lesz rossz. Az egymással való kommunikálás mellett, hogyha valami olyan görcs van, vagy elakadás, amit nem tudják, hol keressenek, akkor ez a szakmai segítség, ez is át tud billenteni. Hát nyilván átgondolja az ember, hogy keres ezen a területen szakember, de léteznek ilyen szakmai segítségek. Az biztos, hogy ne szakadjunk el attól, hogy mi a küldetése egy jó szexuális kapcsolatnak, egy szexuális közösségnek, és bármi, ami ennek az örömét, élvezetét fizikailag, lelkileg sérti vagy akadályozza, akkor annak járjunk utána. És a személyes kapcsolat építés és az egymással való kommunikálás, egymásnak a tanítása mellett, amit többször ki lett így hangsúlyozva, emellett keressük ez nem vitt előre, akkor keressük az okokat, akár segítséggel is. Befejezésül én is hát a kettőnek valahol a keverékét szeretném kiemelni, tehát valóban, ahogy Ági mondja, hogy kommunikáció, tehát beszéljünk róla. Alapvetően a szexuális terápia is mindig két személyes, mert minthogy nem két személyes, három személyes a terapeutával együtt, tehát ott is a pár vesz részt rajta, és fontos, hogy kommunikálják, hogy kinek mi a problémája. Nagyon gyakran szavaik sincsenek rá. És amikor a terápián beszélgetnek ezekről a problémákról először? Hogyne, persze. Mivel, hogy ez... Hát addig valahogy nem tudták megtenni. Mondom, néha szavaik sincsenek, nincsenek kifejezéseik arra, hogy elmondják egymásnak, hogy mi a problémájuk. Erre pedig azt javaslom, hogy Móni azt javasolta, hogy szakembert keressenek fel, én meg azt mondom, hogy olvassanak. Tehát ilyen szakirodalmat olvassanak. Nagyon örülök, hogy ez szóba került, mert pont akartam kérdezni, hogy van-e olyan szakirodalom, amit majd esetleg a leírásba tudunk ajánlani, megbízható forrásból, hasznos könyvek, mert én is azt gondolom, hogy ha együtt átbeszélnek témákat, akkor az egy jó kiinduló pont tud lenni, és lehet, hogy utána azt érzik még továbbra is, hogy szükség van szakember, akár orvosra, akár pszichológusra, de hogy legalább akkor van egy ilyen kiindulási pont, amiről tudnak beszélgetni. Tehát akkor van olyan, amit tudunk ajánlani. Jó. Tényleg, és ennek is vannak ugye állomásai, mert az, hogy hogyan bánjanak egymással, hogy egyáltalán ki se alakuljanak ilyen problémák. Igen. Erre sokszor tesz hangsúlyt, így Ági is, meg az előző műsorokban több aspektusból is, és ha már van probléma, akkor meg hogyan lehet abból kijönni. Tehát igen, mindegyik vonalon szükséges, vagy lehet így ajánlani, olvasni valót.
Minden esetre azt még talán így a műsor végén elmondanánk, hogy maximálisan szolidaritást vállalunk azokkal, akik esetleg most ebben vannak, de van megoldás, és hogy mindenkinek nagyon szurkolunk, és igyekszünk segíteni, és nyilván ezek a műsorok is erről szólnak. Másrészt javasoljuk, hogy ha tehetitek, akkor olvassatok utána, forduljatok szakemberhez, de nem kell bent maradni abban a nem jó állapotban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon hasznos volt, és a kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.